A stopsoros elfogadásával újabb védvonalat kell levenni Magyarország védelmében. Minden akadály, amely akadályozza a bevándorlást szervezőket és bevándorlást finanszírozókat, ezt létre kell hozni. A jogi határzár és a fizikai határzár mellett a stopsoros újabb védelmet jelent ahhoz, hogy Magyarországot ne lehessen bevándorló országgá tenni. A belga miniszterelnök kvóta ultimátuma, az ENSZ migrációs csomagja, Soros György újabb brüsszeli tárgyalásai, illetve Brüsszel Magyarország elleni támadásai azt jelzik, hogy nagyon komoly a veszélye annak, hogy a Soros tervet mindenáron keresztül fogják verni a brüsszeli döntéshozatalon. Európába migránsokat akarnak betelepíteni, legalizálni akarják a bevándorlást, kötelező kvóta alapján akarják szétosztani a migránsokat, és a soros szervezeteknek ebben még nagyobb hatásköröket és még nagyobb feladatokat szánnak. A stop soros célja éppen az, hogy a bevándorlást támogató és szervező szervezeteket megállítsuk, őket regisztrálásra, határvédelmi illeték fizetésére és a teljes átláthatóságra kényszerítsük, továbbá azokat a szervezeteket, illetve személyeket, akik a bevándorlást finanszíroznák, őket távol tartsuk Magyarországtól.